Ez itt a Tulaja pályán a Total Car olvasói szlalom versenye. Mai vendégünk Ádám, aki ismerős lehet, de nem bájos személyisége miatt hívtuk el, hanem mert van egy olyan autója, ami szerintünk nagyon-nagyon alkalmas a szlalom versenyzésre, ugyanis rövid, hátsókerékhajtású és nagyon pici a fordulóköre. Miért választottad ezt az autót, ha esetleg valaki lemaradt volna az előző videóról, amiben szerepeltél? Igazából a koncepció szinten már tetszett. Miért ezt választottam? Fehéret akartam, de otthon meggyőztek, hogy ez a sárga jobban áll neki. Ami zöld? Hivatalosan sárga. De szerinted is zöld? Igen. És mondj csak, most már mióta vagytok együtt? Egy hónapja? Egy hónapja, ami 3600 kilométert jelent. Igen. Hány töltést? Fú, ne számoljuk. Tél volt. Ja, ennek a Honda-nek alapból nem nagy a hatótávja. Hogy alakul ez így hideg időben? Mennyit számolsz le, mielőtt elindulsz reggel töltött? Hideg időben én azt mondom, hogy városban tudja a 165-öt, minél gyorsabban mész, ez egy annál kisebb szám. 150-nél megtilt az elektronika. És most, hogy így kijött a szép idő, most hogy alakul? 220-240 gond nélkül városban. Van-e neked motorsportos előéleted? Nincs, nulla. Mert vannak erős autóid, összkerekes autóid, sokhengeres autóid, veterán autóid, de hogy mentél-e valaha bármilyen szlalomversenyen, amatőr gyorsaságin bár? Gokertig jutottam egyedül hobbi szinten, és a VTCC-t nézői szinten. Ha nézed a VTCC-t, az még akár segíthet is. Biztos, mire számítasz? Nem. Hát igazából az autó adott hozzá, a képességeiben bízom, többi az rajtam múlik. Téli gumi? Ja igen. Technikailag múlt héten még tél volt, így téli gumi van rajta. Én azt mondom, hogy a téli gumi miatt ez egy kicsit rosszabb lesz. Meglátjuk. Norvi ugye 75-75-ös referenciaidőt ment az i30-al, igaz teljesen vizes pályán. Hova satszolod magad? 80 párat szabad mondanom. 80 eleje? Mondjuk. Akkor nézzük meg. Nézzük meg. Gyertek, gyertek! Hű, de szépen ráejtette a kuplungot. Nem hagyta túlpörögni a motort, hihetetlen. Jön a csendes gyilkos. Megnézitek a rendszámát, akkor érthetővé válik, hogy miért hívják úgy baráti körben az autót, hogy kicsikém. Egész jól fog a gumi. Azt nem szabad elfelejteni, hogy hiába ilyen pici, ez az autó, ez másfél tonna. Hát az akkumulátorok nagyon nehezek. Ugyanakkor az akkumulátorok lent vannak a padlóban, emiatt minimális a billenése kanyarokban. Ez egy relatíve puha futómű van alatta, és nem billen. Nyilván nem kell gondolkozni, hogy egyesbe vagy kettesbe menjen, rá tudja rúgni szépen. Na és lássuk olyan, hogy driftelgete vagy inkább íven megy. De eddig nem nagyon tűnik úgy, mintha az autó meg akarna csúszni. És itt jobbra lekanyarodunk, majd figyelj, jobbra szűken le, jobbra szűken le, tempó. Döbbenetes a fordulóköre. Lassított, azt látod, hogy honnan? 5 akadály. Megtiszteli a bójákat, nem húzza szűkre a közt. Nagyszerű. És most jön a nagy körív, ahol eltiporhatja kedvére, de vajon bent tud-e maradni? És tényleg annyira szürreális, hogy az ember hozzá van szokva a szemével, hogy egy ilyesmi autó megbillen, és ez meg egyszerűen nem, illetve sokkal kisebb mértékben. Az a kanyar, elképesztő, hogy kanyarodik. Itt már eltiporhatja. Hoppá, megindul. Ez az. Ha jól sejtem, kiment a mérés határból. Pont annyit, tehát annyit. Ment egy 99-99-et? Szép! Tehát Ádám együtt ment az órával. Oké, mehetünk. Arra. Ja, igen. Arra, igen. Ez az elindulás mindig. Igen. Minket de szépen belenyúl. És bár ugye az a helyzet, hogy a fordulóköre az nem nagy, ellenben a kormány áttételezés az olyan, hogy nagyon sokat kell tekerni, hogyha sokat akar vele fordulni, ezért mégsem annyira egyértelmű, hogy jó ez így, bár még mindig vele van a villanymotor instant nyomatéka, hogy bármikor azonnal el tud ugrani az autó, nem kell megvárni, míg a motor elér abba a tartományba, azonnal meglendül. Jobbra levágjuk, jobbra le, szűken, tempó.
Ott a lassító. Szép. Annyira sajnálom, hogy nem tudok odaszaladni megnézni, mert ilyenkor úgy tök érdekelne, hogy azt a törést ott hol veszik be. Az egy kifejezetten gonosz része a pályának, a nyalókatöve sok szempontból. Egyszerű. Itt talán egy picit túlaggódta a kérdést. Nem volt bolya érintés, és futott egy 91.45-ös időt. Nyilván ez a második próbakör volt, majd most jön az éles, de kérdezzük meg, mit gondol. Na, milyen volt? Izgalmas. Tetszik? Tetszik, nem az én sportom lesz, ebben biztos vagyok. Azon gondolkodtam közben, hogy igen, nagyon jól fordul az autó, de hogy sokat is kell tekerned a kormányt a jó forduláshoz. Tehát nagyon kicsi a kormányáttétel. Hogy érzed? Hát fogom tekerni bőven a kormányt. Most a második körön mentél egy 91.45-öt. A második próbakörben. Hogy érzed? Mi lesz ebből? De valahogy 20 másodpercet le kell faragnom. Már csak 20 másodpercet? Hát nézd. Nem fog menni. Kikapcsolt elektronika? Bekapcsolt elektronika? Sportmód? Ekomód? Ekomód nincs. Ó, akkor csak a sportmód játszik? Igen. Jól van, akkor nézzük meg. Lássuk. Három, kettő, egy, rajt! Hú! Úgy tűnik jó a gumiválasztás, mert az autó relatív nagy súlya ellenére sem úszott el, de a bójákat nagyon megtisztelik. Ami hát egyfajta taktika, hiszen mindegy mennyire megy jó kört egy bójával tulajdonképpen. Tulajdonképpen nullázza az addigi eredményt. Eddig szép. Le tudja tenni az autó az erejét. Nem tűnik úgy, mintha veszettül elforogna. Annyira kísérteties ezzel a hanggal, amikor megjön ilyen tempóval. Az ember egyszerűen nem számít rá. Az 52-nél ment rá a nyalókára, még akár valami izgalmas idő is lehet belőle. Azért a téli gumiknak van hangja. A meleg aszfalton, amikor megütti ez a viszonylag erős és nehéz autó, hát azért megszólal. Szép, nagyon szép. 73, 74, beleugrik. Hú! És nem szállt le a gázról. És nem szállt le a gáz. Ez az. Hogy érzed, hogy ment? Szerintem közepesen rosszul. Igen? Hol hagytál benne? Hol érzed azt, hogy mindenhol gyorsabban? Azt látom, hogy viszonylag nagy bója közöket hagytál, így biztonságra játszottál, vagy? Abszolút. Tehát ez volt a harmadik köröm a pályán, nyilván megfelelő gyakorlással ez. És hogy érzed, az autónak ez mennyire jó? Az autó még szeretné, csinálná. Kormánytekergetés egy örökké valóság. Igen, mint a kalózhajón így pörgeted? Hát, mint a rulettkerék. Azt nem emleges kérlek. Jól van, tippeld meg az idődet, kérlek. 82. Rosszabb. 86-72, de hiba nélkül. Nagyszerű. Tehát nem érintettél bóját, bejött a taktika. Amúgy sokan játszanak erre, most már az látszik, hogy inkább nagyobb, jobban megtisztelik a bójákat, mert hiába tök mindegy, milyen kört mennek egy bója érintéssel, az idő az bukódott, de ez most így nem bukódott. Mivel jönnél vissza szíved szerint? S60, A8? Fú, S60 fordulókörbajnok. Azért az A8-ot megnézném, ahogy itt úszkál. Én is. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én köszönöm. Ha tetszett a műsor, akkor iratkozzatok fel a Total Kari YouTube csatornájára, nyomjátok meg a csengőt, és találkozunk jövő héten.